Figyelmeztetem, hogy folyik a fűtővize. Én meg egy órán belül már harmadszor mondom, hogy én vagyok a locsoló kocsi. Adjani valóvás. Hát nem a rendőr, hanem a Miszovics Olivér. Énekének a címe volt. Miért jön ilyen hatalmas fügykössel ide? A bíró. Hát a múltkor azt mondták, hogy gondoskodjak megfelelő védelemről. Azaz protekcióról, mert most protekció következik prózában és alulírót rendezi. Fogadják nagyon nagy szeretettel. Ügyelő! Ügyelő! Kezdjük a próbát! Jó? Csókolni akarom, édes kis angyalom. Na, jó van, gyere! Drágyám, meghittél! Jaj! Új dobog a szívem, késő éjszaka kiszökni a kastélyból. Soha életemben nem tettem még ilyet. Ó, köszönöm, kedves. Olyan boldog. Úgy vártam utána. Úgy vártam utána. Hát, olyan boldog. Olyan boldog vagyok, hogy most végre először megcsókolhatnak. Elemér. Tudod, hogy engem férfi még soha meg nem csókolt. Állj. Édes fiam, ezt elég kell mondani. Ha bejön az igazgató úr és meglátja, hogy mondod, akkor elveszi a szerepet. Hát hogy mondja a főrendező úr, kérem szépen. Az a mondat, hogy engem még férfi soha nem csókolt meg, amúgy is fantasztikusan hangzik. Próbáld őszintén, kedvesen mondani, ha elviszi. Figyelj! Azt mondja, tudod, hogy engem még férfi soha meg nem csókolt. Na? Tudod, hogy engem férfi még soha meg nem csókolt. Na, jó, ez már jobb volt. Na, jó van. Én hiszek neked, drága Elsiké. A te sugárzó szépséged engem állította a tőle. Hallod ezt a mélységes csendet, mert a tücsök ciripelése szakít meg olykor-olykor. Hal. Ügyelő! Mi van? A tücsök ciripelésen mi van? Kérem, főrendező úr, a gelencsér nem vállalta, azt mondta, hogy 500 alatt nem. Hát akkor legyen a teki 500-at! Az nem lehet, ugyanis csak 100 van előirányozva a tücsökre. Menjen a fenébe, az anyagi dolgokat intézzék el az igazgatóra, elvége ő az igazgató. Én már arra is gondoltam, hogy esetleg én csinálom, a parlamentbe gyakoroltam. Menjen a fenébe, igazgató! Intézz el az igazgatóra az anyagi dolgokat. Ugatni azt tudok, az is olyan kocsi hangulat. Most intézz el az igazgatóra! Igazgató, az is igazgató,
Mert hogy igaz. Igazgató úr alá. Éppen mondom, hogy te vagy az igazgató. Nem igazgató? Nem szeretem, ha emlegetnek, mert olyan mindig valami baj van. Hát, de hogyha nincsen semmi baj, nincsen semmi baj. Na, hát, nem rohadtosatok magatokat. Jó, menjünk vissza oda, hogy hallod ezt a csendet. Hallod ezt a csendet? Mert csak a tücsök ciripelése szakít meg olykor, olykor. Mi az oda ki? Üdelme, mi vánok? Mi az oda ki? Megint furjázik. Fogj! Gyerekén! Meg van balondulva! Nem, nem főrendelő úr, csak hát arra gondoltam, hogy a tücsök ciripelés helyett a furulja is jó lesz, hát az is olyan bancsi hangulat. Menjön a fenébe, furulja, nem kell! Nem kell. Mennyivel olcsóbb lett volna? 300 000 fújtam volt. Baszki! Baszki! Ha nem kell. Ez a belényesi darab. Na, tessék! Szeretlek, Erzsike. Szeretlek, Elemér. Jegyed már meg azt az Elemér! Szeretlek, Elemér. De jaj, ha atyám a büszke gróf valahol megtudná. Miért? Mert ő a büszke gazdag gróf, én pedig csak... Mi vagyok? Parasztivadék. Parasztivadék vagyok! Mi a szent? Ez. Hogy beszélnek ezek? Parasztivadék, meg büszke gróf. Én erre nem emlékszem. Mi történik ebben a talapban? Kérlek szépen, a késő éjszaka a lány kiszökik a kastélyból, és az udvarról, de a gróf egy erős, hatalmas ember utána megy. Észrevesz és utána megy. Én játszom a gróf. Jó, jó, gratulálok. Köszönöm. Köszönöm, igazgató. Most jön a nagy jelenet a gróf és az udvarról között. A gróf egyetlen csapással leüti az udvarról. Ez tébolyító tökörség. És én ebbe felelkeztem. Persze, nem emlékszel? Ne. Gyerekek, ti most menjetek ki, figyeljetek meg egy kávét. Képzeld el, ez a belényesi, ez egy főszerkeszt. És egy fél évvel ezelőtt hozott neked egy darabot, és te azt ígérted neki, hogy a legelső előadásunkkor műsorra tűzünk az ő szerzeményét. Mit mondhattam volna neki? Visszaadhattam volna a darabot egy főszerkesztőnek? Nem. Hát, hogy nem. Nem is gondoltam. Nem gondoltam volna, hogy ezt a marhaságot színre is hozzuk. De nem gondoltad, de igenis gondoltam. Na, sőt, azt is mondta, hogy 3 tanú előtt adta oda neked a darabot, és te megígérted, hogy egy fél éven belül bemutatjuk. Na, képzeld el, mit írnak majd az újságok rólunk, hogyha nem adjuk elő a darabját. Na, de el kell búcsulni, az egész darab 12 perc. 12 perc unalom tönkretett egy egész előadást. Hát akkor most mit csinálják? Na, hát akkor menjük le a műsorra. Nem. Akkor itt kézzel másképp. Ide figyelj. Mindjárt itt lesz a főszerkesztő, hogy megnézze az első próbát. Beszélj vele. És mit beszéljek vele? És én mondjam meg. Mit? Nézd, te fogadtad el a darabot, hát mondd azt neki, hogy ő... Mit? Várj csak, eszembe jutott valami. Mi? Te! Ha jön a főszerkesztő, egyszerre tartóztass fel. A többi az én dolgom. Jó. Oké. Igazgató úr, belényesi főszerkesztő úr van itt.
Ugye beengedj? Engedje be, kérem szépen. Egy a fontos. Szereposztásról egy szót sem. Csinálj valamit, de gyorsan. Az én dolgom. Igazad, igazgató úr? Tisztelt ma végre próbálkoztak is jelenetet. Hogyne kérem, ma végre próbáljuk. Ez lesz az első alkalom, hogy hallom a saját szavamat a színpadról. De elhatároztam, hogy ezen túl kilók, vagy 5-6 darabot. Hiszen jó darabra mindig szükség van. Hogyne kérem, a jóra igen. De hát ki tudja, hogy melyik a jó darab? Az ember elolvas egyet, azt hiszi, hogy jó. Aztán rájövünk, hogy mégsem olyan jó. És bevesszük a műsorról. És van szerző, akivel ezt meg lehet csinálni? Hát Istenem, adunk egy kis háttérítést. Kifizetjük az egész jogdíjat, mintha benne lenne az előadásban. Ennyi, tám csak elég kell legyen. Én ebben nem mennék bele, és még a sajtó nyilvánosságát is igénybe fogom venni. Hiszen nem megy. Kezdjük a próbát, a belényesi darabot vesszük. Parancsoljon! Kapom először arra a szabadnak a színpadon. Hát örülök. Csakolni akarom, csakolni akarom, édes kis angyalom! Hú-hú! Na ne, mi ez? Mit tettek oda a bonát? Ez? Kérem, ne tessék zavarni a próbát! Csendben kérem. Ha eljötték! Ja, Istenem, új dobog a... A szívem! A szívem! Én még soha nem tettem ilyet, éjszaka kiszűkni a kastélyút. Kérem, hát a szörnyűség, kérem, hát... Tessék szépen csendben maradni, tessék megvárni, amíg vége lesz a próbának, és a próba után szépen meg tetszik mondani a véleményét. Köszönöm, édes! Köszönöm, édes, hogy már úgy vártam rád. Most boldog vagyok, hogy most végre átkarolhatunk. Hogy a nyava elmag? Ja, Eremér! Józsi! Eremér Józsi! Gyertek, hogy Eremér még fél, és soha meg nem csókol! Én se foglak! Ez fiatal, szerelmes párnak van veled, ez csak két! Nem tessék zavarni a próbát, kérem! Menjünk tovább, tessék! Én hiszek neked, kicsi szívem! A te sodári! A te sodári! Sugárító szépségeddel! Engem gyegeje fával! Hárítottok! Eremér, Eremér Józsi! Hallod azt a mélységes csendet! Merjek csak a kicsőbb cipelésre szakít meg! Ajkor! Tessék mondani! Tehét mehet! Na de kérem, hát mi ez a szörnyűség? Kérem, hát tönkre tették a darabomat! Hát... Tessék, kérem, megvárni legalább az egy grófot! Bássuk a büszke grófot! Na ne, hát ki ez? Hát ez egy legyen se tud aljulni, de ki ez a nyikhaj? Uramisten, hát kérem oda, robot csak egy hatalmas nevekű színész játszhatja, hát... Az igazgató úr megígérte önnek, hogy tanuk előbb, hogy előadjuk a darabját. De a szereposztásról nem volt szó. Nekünk ez tetszik, nekünk ez van. Mi is csináljuk? Akkor ne adják elő! Visszaveszem a darabomat és kész! Stimp! A szerző szava szent. A szerző szavára vissza és kívánságára visszavonjuk a darabot. A darabkövet nem lesz előadva. Köszönöm, igazgató. Na, hát én nem megyezek bele. Hát sosem volt érdemleg szerepem. Ne megyezek én velem. Ne lángassam. Kérem, hát ez nem... Ha azt hiszi az igazgató, hogy ez csak úgy lehet, hát ez protekcionizmus, kérem! Csak azért, mert maga a főszerkesztő csak úgy leveszik a darabját, és aki nem főz, ne rángasson! És aki nem főszerkesztő, azért játszál! Hát ne vegy ezek én! Hát ez a szeretem a művész úrnak való, hát ez olyan... Tudja, mennyi ilyen hőszerelmes szerepeket játszottam én az életemben?
Davason, Davason. A vaközvegyben én voltam a Dunili. Danilo is végül. A Danilo. Repülj fölé, vagyám. Tiltakozom, kire, tiltakozom én. Mi meg tiltakozik is? Hát az én költségeimet ki fogja megtéríteni? Talán az igazgató. Én nem. Vagy a főrendező. Én nem. De miféle költségeket kérem, hát? Uram, én készültem erre a paraszti vadék szerepre. Kivettem a könyvtárból a népi írók műveit, amit soha életemben nem csináltam, beültem a kocsmába, mert itt van két decit, leültem velük kártyázgatni. 100 000 forintba került nekem. 100 000 forint. Na jó, és ha én esetleg megkérdeni a művész úr kárát... Még egyszer mondom, 100 000 forintról van szó. A 10-es tartsa meg. Köszönöm. De ha megkérhetem, ezt a darabot többet ne játsszák ki. Ezt a darabot többet nem játsszuk, ez a darab nem fog kimenni. Nagyon szépen köszönöm. Főszert kezdte úr? Igen. Aztán írja máskor is. Nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Két el beszélget. Ti is szoktatok imádkozni ebéd előtt? Nem, ami anyukánk jól főz. Egy kisdiák első húzós napja után az iskolában hazajön, és vallatja az apja, hogy na mi volt ma az iskolában? Semmi különös. Felelte? Felelte. Kérdeztek? Igen, kérdeztek. És a tudtál válasz? Tudtam. És mit kérdeztek? Azt, hogy ki fingott. Tíz kicsérész arvas egy farakás mögé bújt, és elszívtak egy szív, de az egyik elájult. Kilenc kicsérész arvasnak kellett egy kis vagyon, a legöregebbet az örökségért nyolcan vett. Yeah.
Sárika! Helyett Julika, hogy hívják a te apukádat? Kossuth Lajos! Az Vicente! Elfogja! Jó lesz, most álljuk meg egyetem. És mi a foglalkozása? Parlamenti képviselő! Az igen! És Julika, neked hogy hívják az apukádat? Én már mondtam, hogy Kossuth Lajos! Julika, megint el vagy? Megint összetévesztette meg Sárikával. Hát ezt ne értem mennyire. Nem hasonlítom. Sárika, hogy hívják a te apukádat? Nem tudom. És mi a foglalkozás? Azt se tudom. A Sárika, hány éves vagy te? Én 7. 7 éves vagy, és nem tudod, hogy hívják az apukádat? Hát nem tudom, de tudod, Jessica, az én anyukám, az elmúlt 30 éves, és még ő sem tudja. Hát ezt ne életem. Na, térjük akkor Mancikára. Mancika, hogy hívják a te apukádat? Apukám Dugovics Titus. Az igen, mi a foglalkozása? Hát a kis gazda a vállalkozó. És a lebukott, és magával rántott mindent meg kis gazdába. Az igen. A gyerekek, milyen sikerélményeitek voltak eddig az életben? Nekem van gardfiltrom. Nekem csupa piros ponton van az ellenőrző könyvem. Ez igen. Nekem is van piros ponton. Az ellenőrző könyvben? Nem, a fenekemet megmutatom. Hanyagos voltam. Nem lehet, másképp kérdezem, gyerekek. Mi volt eddig a legnagyobb dolog, amit elértetek az életben? Én? Az ajtóklincsek. Haladjunk tovább. Tudjátok, manapság egyre kevesebb az olyan ember, meg haladás ellenes, vagy maradi ellenes. Régen ezeket úgy hívták, hogy reakciós. Én tudom, hogy mi az, hogy reakciós, mert nekem a nagyszabám elmagyarázta. Na, mondjad. Na, reakciós kérlek szépen az, aki vissza akarja a régi rendet, és mögyülként tesz a kalapja mögé. Akkor az én apukám még nincs, még most is reakciós. No. Hát hallottam az este hálószobában, mikor anyukám mondta apukámnak, hogy na, teheted a mögyülkédet a kalapot mellé. Ez igen. A gyerekek, szoktatok egy olyan dolgot kapni? Szoktatok. Igen, nagyon szép a villagó, az nagyon szép. Sárika! Tessék! Te mit kaptál karácsonyra? Nem folytelám, babára! Az sokat játszom vele? Dehogyis! Hát az anyukám azt mondta, hogy ne nyúljak hozzá, mert még elkezdtem. Hát, ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú. És Mancika, neked mit hozott a kis Jézuska? Kis testvérkét! Kis testvérkét? És az milyen? Hát síros, meg az anyukám, meg az apukám hajba kaptak rajta, mert az apukám azt mondta, hogy hattyú, de én nem hiszem. Hát akkor ez nekiltosult. Mi? Ha Julika, ha neked mit hozott a kis Jézuska? Semmi. Ha persze, de adok neked. Rossz kislány vagy, de nem baj, hogy ha felnősz és rossz kislány leszel, akkor fogod mi sok-sok pénzt. Sárika, gyere csak térjük vissza. Nektek még mit hozott a Jézuska? Ti mit kaptatok karácsonyra? Hát, az én apukám azt mondta a apukámnak, hogy neki még a Jézuska apukája se hoz semmit. Ha de miért? Azért, mert az én anyukámat még az Úristen sem tudja kielégíteni. Az Istenkel! Igen. Az Istenkel. De látjátok az Istenkét? Én a jó Istenkét személyesen láttam, mert a jó igen. A Jóistenke az ilyen hálóköntösben, meg hálósapkában, meg hálópapucsban lejött az emeletről. Oda ment a papa ágyához, aki aludt, megsimogatta, és a papa föl is kiáltott. Te Úristen, megint itt vagy! A gyerekek, ne rosszalkozzon róla, de ez is azt mutatja, hogy szellemek pedig mindenütt vannak. Vannak szellemek? Vannak. Én nem kérlek a szellemek. De akkor is vannak. Mert Garfield megtédek. Mancika, akarok kérdezni valamit. Mondja. Az óvodában egy is vannak... Egy vagyok, ő Mancika. Igen. Az óvodában is vannak szellemek. Ha ma megint a szellemes sztori. Ott is. És a cukrászdában is vannak szellemek? Ott is. És nálunk otthon a kamrában is vannak szellemek? Ott is. Már tisztad, nincs is kamrák. Mert mindig külföldön van. A múltkor is Párizsban volt.
sok szeretettel, aputól. Az igen. Nekem meg 370 ezüst kanalat hozott a mama, és mindegyikben bele volt írva, hogy parlamenti büfé. Az igen. Igen? Az unokában nincsen hajó, neki villája van. Jó, és arra meg mi van beleírva? Hát, azon azt írja, hogy Zimmer Flair. Zimmer Flair. Gyerekek, elosztalkodjatok már, mert mindjárt kihívom a takarítani. Nem úgy unod. Gyerekek, ne mutatkozzatok játszalottan a másikat. Kérfúni. Szoktatok-e tévét nézni? Szoktuk. Az én apukám, azt mondta, hogy nézhetem a tévét, csak úgy ne kapcsoljam meg. Amit ő? Szeretnél lenni, hogyha majd leszel? Parlamenti képviselő.